A rejtelmes sziget. Verne Gyula regénye alapján. Észak-Amerikától 8000 mérföldre egy ember által fel nem fedezett sziget fekszik a déltengerek vizén. Azok közül, kik mégis a partjára léphettek, mind olyan szörnyű élményeket éltek át, hogy soha többé közelébe sem mertek menni. A kalandvágyóak mégis egyre csak jönnek, mind bátrabb és vakmerőbb az előzőeknél, s mind oldhatatlan vággyal kutat a kincs után, mit itt rejtettek el. Van, akik szerint a sziget elátkozott, mások szerint zord és kegyetlen szörnyek hona, akiket még senki nem láthatott. Én viszont elmondhatom, a rejtelmes történetek mindegyike igaz, és én magam is ezért választottam eme szigetet otthonomul. Ezért is neveztem el a rejtelmes szigetnek. Magyar hangok. Széles László, Györgyi Anna, Rajhona Ádám, Forgács Péter, Kaszás Gergő, Bács Ferenc, Hámori Gabriella, Selmeci Roland, Gyabronka József, Hollósi Frigyes, Szabó Máté. Magyar szöveg Szabó János Lajos, Vágó Kozma Mari, hangmérnök Bán Péter, gyártásvezető Rácz Gabriella, szinkronrendező Aprics László. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Mikroszinkron készítette. Nos, mi lesz már, mire vártok? Mi van, ha igaz, amit a szigetről beszélnek? Dajka mese. Ezzel ijesztenek el mindenkit. És most indulás. Gyerünk a kincs után! Erre utára! Ide az érmével. Gyerünk! Át az alagúton. Csak utánatok. Még hogy szörny. Dajka mese! Megvan a kijárat, de szörnyek sehol! Minden rendben! Nincs itt semmi! Hé! Hé! Mi ez? Ez a ördög és pokol! Libby hadifogolytábor, Virginia, 1863. Kaput nyis! Hogy megy? Ahogyan kell. Az időzítés a lényeg. Tart még a fosztogatás? Igen.
A léggömbben addig nem szállhatnak fel, míg nem javul az idő. Akkor éjjel indulunk. Jó estét, uraim. Nem tehetek róla, hallottam, mit beszélnek. Mondjál csak, ugye nem holmi szökést terveznek, hm? Bizonyára téved, barátom. Nem hinném. Ez egy konföderációs hadifogolytábor. Mit keres maga itt? Hát éppenséggel sikkasztással vádoltak, de nem biztosíthatom, csupán félreértésről van szó. Gondolkozzon, uram. Hm? Ami azt illeti, hasznukra lehetné. Mit tegyünk vele, Neb? Akárhonnan nézzük, gondot jelent. Csak nem hagyja, hogy egy rabszolga döntse. Én a helyében nem dühíteném fel. Akár itt helyben is végezhet önnel. Lélekben mindig a rabszolgaság eltörlését akartam. Vagy magunkkal visszük, vagy megöljük. Bármelyik megoldható. Ha végzünk vele, nem beszél. Az már igaz. Ha átvág minket. Még később is megölhetjük. Igen, kiváló érv. Magukkal kell mennem. Hm? Éjfélkor indulunk. Százados úr, üljön csak le. Minden rendben? Igen, hölgyem. Hm. Szépen gyógyul. Ma éjjel megszököm. A déliek felderítő léggömbje a tábor mellett van kikötve. Szólok Helennek. Lehet, hogy oda veszünk a vihar miatt. Önnek és a lányának ez nagyon veszélyes. Meg aztán az ostrom már nem tarthat soká. Akkor biztonságban itt hagyhatja. Százados úr, egy Helen korú lánynak mindenképpen veszélyes itt maradnia. Higgy el! Helen! Mi az? Az őrök nem tudták, mi tart ilyen soká. És mit mondtál? Hát kellett valamit. Azt mondtam, hogy a százados úr himlős. Nem is rossz. Vigyázzatok, hé! Senki nem mászkálhat el! Mi az, Miss James? Ez az ember nagyon beteg, el kell különíteni. Ó, csak tessék. Akkor menjenek. Vigyázzon, Miss James! Oh!
ezt a micsodát! Sehogy! Vagyunk. Nem tudom. A felkelő naptól távolodunk, tehát nyugatra tartunk. Lehetetlen megmondani, hol vagyunk most. De hamarosan leszállunk. Még nem javul a látótávolság, aligha. Szóval csak sodródunk. Nincs más választásunk. Akárhová is jutunk, Richmondnál csak jobb lehet. Mindig is Richmondban élt? A férjemet kerestem, így kerültem oda. Az egyik déli egységben harcolt. Olyan hírt kaptunk a lányommal, hogy ő is megsebesült. És megtalálták? Igen, de már csak eltemetni tudtuk ott. Sajnálom. Olyan csodás ez a tál. Az óceán felett járunk. A légköm. A pokol. Kiszakadt. Megnézem, hát ha kijavítható. Nagy. Süllyedünk! Most nincs valami nagy ötlet, ez mi százados? Kidobjuk a túlsúlyt. Úgy könnyebbek leszünk. Gyorsan! Tovább süllyedünk. Uram, nagyon közel a víz. Mi lesz most? Nézzék, ott egy sziget. Túl messze van, uram. Nem érünk el odáig. Jean, kapaszkodjanak csak a léggömbbe. A víz kisodorja majd a partra. Emelkedünk. Le tudunk szállni. A sziget! Vigyázz! Túl magasan járunk! A másik oldalra! Nem. Mindenki kapaszkodjon! Kitartás! Vigyázz!
Nem esett bajod? Nem. Hol vannak a többiek? Cyrus! Neb! Százados úr! Pencroft! Valaki, ahó emberek! Cyrus! Nézd! A léggömb. Nem! No. Hál' Istennek. Jól vannak? Igen, mindenki megmenekült. Igen, igen. Hát mi százados? Nincs magukkal? Nincs. Oh. Azért még ne temessék el. Hát, ami azt illeti, mit gondolsz, meg lehet javítani? Ezzel a léggömbbel nem megyünk sehol. Oh. Sehol semmi? Nincs nyoma. Meg kell találnunk Cyrust. Igen, így van. Azonnal keresni kezdjük. Várjunk csak egy kicsit. Nem az a helyes, ha mind együtt maradunk. Smith kapitány vagy kijutott a partra, vagy pedig nem. Nekünk magunkkal kell törődnünk, mert hát jó pár napja nem is ettünk. Igazon Pencroftnak elnünk kell. Megkeressük Cyrust, és közben élelmet is találunk. Gyerünk! Mióta szokás, hogy egy rabszolga parancsolgat? Hagyd ezt! Ha még nem vetted volna észre, barátom, ez itt nem a konföderáció. Nem vagyok senki rabszolgája. Közlegény! Nos, akkor maga és Mr. Pencroft kereshetnének élelmet, meg vizet. Mi pedig a századost keressük meg. Ha-ho! Van itt valaki? Ez meg mi a nyavaja, he? Nem tudom, gyerünk tovább! Lömáj! Lömáj! Nincs vesztegetni való időn. Mi az, közlegény? Nyomás, gyere! Futás! Szomjas vagyok. Tudom, kislány. Igen, keressünk vizet. Hamarosan alkonyulik.
Ahó! Ahó! Neb! Jean! Van itt valaki? Mit csinálsz? Megjelölöm az utat. Így nem tévedünk el. Oda nézd, Helen! Hogyan lehet csónakot építeni? Csónakot kell építeni? Mi történt? Meghalt. Hogyan? Ez a lény hatalmas, szélvészgyors. Nem tudom, mi ez a sziget, de el kell menekülnünk. Nem, Pencroft, ezt csak kitaláltad. Nem. Azt hiszem, igaza lehet. Látják? Most már elhiszik? Valami temető. Neb, ez egy bogár volt. Na és mekkora? Azt hiszem, legalább 8 méter magas és 15 hosszú. Alkonyodik, gyerünk, térjünk vissza a partra. Mégiscsak kell egy hajó.
Ahó! Ön kicsoda? Cyrus Smith százados, az uniós gyalogsági csapatoktól. Lépjen vissza a partra. Hogyan jutott ide? Nem tudom. Utoljára arra emlékszem, hogy kiugrom a léggömbből. Önt ismerem. Valóban, azt nem hinném. Ez itt az én otthonom. Ön pedig behatoló, és jogomban áll lelőni. Ne, várjon! Ne! Nemo kapitány! Nemo! Ne tegye, uram! Nem behatoló, a parton találtam rá eszméletlen állapotban. Én hoztam ide, és meg se kérdezett. Sok dolga volt, uram. Vigye a házba. Zárja be, és majd eldöntöm, mit évő legyek vele. Igen, uram. Kérem, jöjjön. Erre tessék. Mi ez a hely? Egy kis sziget itt a déli csendes óceánon. Ez Nemo kapitány otthona, immáron 10 éve. Vannak itt mások is? Nem igen. A kapitány itt tud elmenekülni a világ elől. És itt dolgozhat a kísérletein is. Elektromosságot a tengervízből. Igen jó megfigyelő. Ön is ért ezen eljárásokhoz? Ilyen fejlett dolgokhoz kevéssé. De a háború előtt mérnök voltam. Mondja csak, mit talált még fel a kapitány? Ezt majd talán ő mondja el a vacsoránál. És a többiek? Többiek? 5 társam volt. Nem látta őket? Sajnálom, nem. Lehetetlenség. Ha engem megtalált, nekik is itt kell lenniük. Fel kell kutatnunk őket. Nos, talán majd ezt is megbeszélheti Nemo kapitánnyal a vacsoránál. Tessék. Fele, amely Isabella aranyához vezet. Megmondod, hogy hol a másik fele? Vagy rögvest átköltözöl a más világra? Egy szigeten van! Nem kellene megölni, kapitány. Remek kalauz lesz. Isabella kincse. Nem hittem, hogy rábukkanok még. Ez a jel! Óriási kincsekhez vezet el minket. Aki mocskosul, meg akar gazdagodni! Tartson vele! Magunkkal visszük. Ó, nagyon köszönöm, uram! Igazán, nagyon köszönöm! Hol a százados?
Mosdik, és a vacsorához öltözik. Mit mondott neki a szigetről? Nem sokat, de mód felett kíváncsi természet. Minél kevesebbet tud, annál jobb. Úgy vélem, ha ad neki egy lehetőséget, igen értékes társad lelhet benne. Elég jól képzett mérnök, és gyorsan vág az esze. Miért mondja ezt? Csak rápillantott a hidroelektromos generátorra, és tudta, mi az. Arról is van már sejtelme, hogyan működik a Nautilus. Hiszen képzett mérnök, és nagyon érdeklődik. Talán, ha beavatna őt is. Nincs szándékomban Mr. Smith-t oktatgatni. Katona ember, nem megbízható. De a tervvel lemaradásban vagyunk. Nem volna haszontalan a tudása. Lelőni később is lelőheti. Hallottam már, hogy ágakkal is lehet tüzet csiholni, de sosem láttam megvalósulni. Richmondban sokszor csak így jutottunk meleghez. Nagyobb tűz kell ide! Ha ennél nagyobb, nem marad levegő. Ha meg kisebb, akkor nem riasztja el az óriás rovarokat. Szerinted életben van még a százados? Igen. Nappal majd folytatjuk a keresést. A rákot ízletesnek fogja találni. Miért olyan hatalmas itt minden? Köszönettel tartozom, kapitány. Joseph elmondta, hogy megjavította a generátort. Ez egészen elképesztő, hogy tengervízből áramot tud fejleszteni. A tengervíz 3%-ban nátriumkloridból áll. Ezzel és a hidrogénnel megvan az energia, ami a hajtáshoz kell. Ami a legcsodálatosabb, az maga az óceán. Én csak megzaboláztam az erejét, hogy fényt, meleget és természetesen védelmet nyújtson. Mi ellen védi meg? A sziget rejtelmei ellen. Azt hiszem, köszönettel tartozom önnek, kapitány, de 5 másik emberrel együtt szenvedtünk hajótörést. Meg akarom tudni, mi lett velük. Minden valószínűség szerint elpusztultak. Miért mondja ezt? Az otthonomon kívül nem lehet itt soká életben maradni. Miért? Mi van odakint? Vadszörnyek. Olyanok, amikről sejtelme sincs. Annál előbb rájuk kell találnom. Üljön lesz, Miss úr. Joseph, indítsuk a kutatást. Tehát, hol tartottunk? A társaim eltűntek. Ennie kell, hogy jó erőben maradjon, százados úr. Mondja el, miféle háborúban harcolt? Az amerikai polgárháborúban. Nem hallott róla? Semmiféle kapcsolatunk nincs a külvilággal. De az nem lep meg, hogy a népük önmaga ellen harcol, hiszen a maguk országa szeret háborúzni, vagy nem? Az attól függ, kit kérdez. Önt kérdezem. Azért harcoltam, hogy minden ember szabad lehessen. A rabszolgaság. Micsoda barbarizmus. És elérték a céljukat, százados? Immáron mindenki szabad? Nem tudom. A háború még tart. Én mondom, Smith úr. Bárhogy is végződjék a háborújuk, sosem lesz minden ember egyformán szabad. Nem értek egyet. Van, amiért érdemes harcolni. Válaszoljon nekem. Most, hogy látta ennek a háborúnak a borzalmait, ismét belevágna a harcba? Olvastam a Nautilus tetteiről. A brit hadihajók ellen elkövetett kegyetlenségeiről. Ha lehetősége volna rá, ismét megtenné ezt? Én angolnak születtem. De Indiában nevelkedtem. India a hazám. Az indusok az én népem. Én csupán megvédelmeztem őket a brit birodalomtól, az elnyomástól. Az, amit tettem, a katonák, akiket megöltem. Még fiatal ember voltam, nem számoltam minden következménnyel. Anya, vigyázz!
A szentséges atyán! Egy patkány! Micsoda meglepetés! Óriási ez is! Várj mit, Bancroft! Nézd! Azt hiszem, fél tőlünk. Na ide hallgass! Nem tudom, mit akarsz, Neb, de egy lónagyságú patkány áll előttünk, és nem akarok a vacsorája lenni. Hallgass már, Bancroft! Ez elsősorban nem patkány, hanem vadhús. És én éhes vagyok. Ott van! Ez őrület! Ugye nem, Cyrus? Nem, dehogy. Mi történt? Jól vannak? Semmi bajuk? Semmi baj. Elkaptuk a patkányt. Az meg micsoda? Itt találtam. Úgy nézem, arany lehet. Gondoltam, inna egy teát. Miért tartanak fogva? Higgy el, százados, a saját biztonsága érdekében. Mindenképpen meg kell kerestem a barátaimat. Ez nem tanácsos dolog. A szigetet felettébb veszélyes szörnyek lakják. Igen, értem. De ha egy kutatócsapat elindulna, hogy megkeressék őket, akkor... Már is keresi egy csapat a barátaimat? Attól tartok, Némó kapitány nem volt egyértelmű a vacsoránál. Rajta és rajtam kívül itt már senki más nincs életben. Sajnálom. A kulcsokat, Joseph. Ide a kulcsokkal. Nem távozhat innen, százados. Higgye el.
körülményekhez képest igazán üzletes. Elismerésem a főszakácsnak. Enned kell. Ez patkány. Egészen olyan, mint a csirke. Gondolom csak időkérdése a megmenekülés. Miért mondja ezt? Hát amiatt. Miért? Mi ez? Megengedi, kisasszony. Na szóval. A súlyából ítélve ez a kis csecsebecse tömör aranyból van. Nos, ahogy elnézem, a vésete nem más, mint valami térkép. Akármivel lefogadom, hogy egy kincses térkép, és biztos, hogy keresi is valaki. Igen, azt hiszem. Csodás otthonom van a szigeten. Nem ért egyet, százados úr? Nem mondhatnám. Joseph elmondta, hogy sétált egyet. Nem, menekülni akartam. Nem szükséges, hogy itteni tartózkodása kellemetlen legyen. A barátaim odakint vannak. És én ebben nem látok semmi kellemeset. Úgy tudom, mérnök, és arról is sejtése van, hogyan működik a Nautilus. Úgy van. Egy ilyen kiváló mérnök, mint ön, sokat segíthetne nekem nagy művem beteljesítésében. Hiú remény, ha azt hiszi, hogy megteszem. Smith úr, ne ítélkezzen ilyen hamar felettem. Ön pedig ne akarja ilyen hamar eltemetni a társaimat. A munkám sokkal fontosabb, mint a barátai. Segítenie kell nekem. Nem. Ne legyen bolond. A lehetőséget kínálom fel, hogy kezdjen valamit az életével, hogy értelmet adjon itteni létének. Ön pedig ne akarja ilyen hamar eltemetni a társaimat. Akkor hát a sziget fogja maradt, százados úr. Mindörökre. Nem mentek jól a dolgok? Ez az ember bolond. Talán csak rosszul közelített felé. Miről beszél? Nem hajlandó az érvekre hallgatni. A barátai miatt aggódik. Ha megszűnik az aggodalom tárgya, akkor hallgatni fog önre. Nevem Nemo.
ő pedig Joseph. Üdvözlöm Önöket a szigeten. Ez csodálatos. Itt kényelmesen ellesznek. Hát a barlangnál már csak jobb. Joseph majd ad Önöknek tiszta ruhát. Az életünket mentette meg. Hadd mutatkozzunk be. Tudom, kik Önök. Ezt nem értem. Honnan tudja? Szervusz! Pencroft! Smith százados. Lemay? Meghalt. Csak hogy látom magukat. Kövessenek. Amint arra már rájöhettek, a szigeten felettébb veszélyes hely. Ha egyetlen embert küldök maguk után, az felelőtlenség. Nekem kellett volna döntenem. Tudja, Smith úr, Némo kapitány és Joseph megmentettek minket. Nekik köszönhetjük, hogy most itt vagyunk. Látnia kellett volna azt az óriás hangját, Smith úr, fel akart falni minket. És volt egy óriási imádkozó sáska is, vagy 8 méter magas. És egy óriás patkány. Mi ez a hely? Számomra az otthon. A paradicsom. De csak még a villanykerítés működik. Hogyan nőttek meg ezek az állatok ilyen? Hatalmasra. Már elég későre jár, és a rengeteg kérdésre majd holnap válaszolok. Joseph? Nyugodtan meg tudnak fürödni, és aztán adok pár tiszta ruhát. Mutatom az utat. Köszönöm, hogy megmentette őket. Elég közel voltak, és alkalom nyílt rá. Ettől függetlenül nagyon hálás vagyok. Annyira, hogy hajlandó megfontolni az ajánlatomat? Csak ha féltek az út miatt. Nem maga az út aggaszt minket. Inkább a sziget. Mi van vele? Tele van hatalmas emberevő szörnyetegekkel. Mondok én valamit. Jártam én már pár éve azon a szigeten. Csak nem a kezemben volt már Isabella aranykincse. Akár vannak ott szörnyek, akár nincsenek. Megtalálom a kincset. És el is hozom onnan. Én féllek, kapitány. Megértem, fiacskám. Köszönöm, uram. Szükségünk volt rá, kapitány. Jáva féreg volt. Csak akadályozott volna. Vannak még valakinek fenntartásai? Nincsenek. Nincsenek. Reméltem is. Még! Igen, parancsnok. Irány a rejtelmes sziget. Megszerezzük a kincset.
Nemo kapitány. Nagyon kedves öntől, hogy így gondoskodik rólunk. Smith úr nem hagyott más választást. Csak arra tudott gondolni, hogy megmentsük önöket. Mi is aggódtunk miatta. Hát aggodalomra már semmi ok. Smith úr hőst akart játszani, így a saját biztonsága érdekében hagytam hátra. Ugyebár örül, hogy épségben van a tifi hölgy. Hogyne. Mi a baj, kapitány? Mi az a nyakában, kisasszony? Ó, ezt úgy találtam. Pencroff szerint aranyból van. Ó, hát lefogadom, ahol ez volt, van még rengeteg belőle. Hát persze. Arany. Miért is hittem magukról többet? Miről beszél? Az emberi mohóságról beszélek. Ezért öli és pusztítja egymást mindenki. Mielőtt megfertőznék ezzel a szigetemet, inkább felfalatom önöket a vadakkal. Nem akartam megbántani. Tudom, tudom. Nemo barátunk a jelek szerint nem szereti az aranyat, de rá se ráncsanak. Egyel kevesebb felé kell majd osztani. A kerítésben nagy feszültségű villamosság kering. Képes kívül tartani mindent és mindenkit. Akkor mi még a jó oldalon állunk. Nem olyan biztos az. Ön nem bízik Nemo kapitányban? Azt mondta, kutatócsoportot küldött ki értetek. De rajta és Josephen kívül nincs senki a szigeten. Vajon mi lett a többiekkel? Ezt itt nem építhették fel csak ketten. Hát ez az. Remélem mindennel elégedettek. Hol a kapitány? Beszélni akarunk vele. Meddig akar itt tartani bennünket? Na nem azért, mintha nagyon el akarnánk menni. Attól tartok, jelen pillanatban nagyon elfoglalja a munkája. De azt szeretné, ha maradnának. Az asztalnál zaklatott volt. Mert a medál a többiekre emlékeztette, akik a szigetre jöttek. Kik a többiek? A kalózsok. Mondtam, én megmondtam, nem? Kincs van elrejtve a szigeten. Ó, ezt nem tudom. Csak az biztos, hogy Nemo kapitány megveti őket. Ezért is reméli, hogy az óriás szörnyek távol tartják a rablókat. Mondja meg neki, hogy minket nem érdekel az arany. Mi csak szeretnénk hazajutni. Ez minden. Igyekszem megértetni vele. Bocsássanak meg. Kapitány! Gyere csak! Nagyon figyelj, fiacskám! Állíts össze egy kis csapatot. Védd Lét is. Mutassa meg neked, hol hagyta ennek a térképnek a másik felét. Kimégy vele a partra és terepszemlét tartasz. Ha valami baj van, azonnal erősítést kérsz. Találd meg a térkép másik felét. Akkor meg lesz az aranykincs is. Hol vannak? Az elülső udvarban hagytam őket, uram. Még mindig lemaradásban vagyunk. Mondja el nekik a tervét, elsősorban Cyrusnak. Bizonyosan érdekelni fogja. Miből gondolja? Abból, hogy nagyon intelligens. Mérnök. És katona. Csak a nyomorult háború érdekli. Az én munkám ellentétes minden törekvésünkkel. Talán igen. Uram, ön nagyon meggyőző tud lenni, ha akar. Hát jó, Joseph. Na jól van, Lee. Mutasd az utat. Én mondom, fiam, nem tudod, mi sétálsz bele. Ennyi a fecsegésből! Minél előbb megvan a kincs, annál előbb bontuk vitorlát. Mozgás! Várj csak egy kicsit. Mi van már?
biztos, hogy ez a helyes út? Azt hiszed, talán elfelejtettem. Alig menekültem meg élve. Hidd el, nem tudod, miféle veszedelmek leselkednek ránk. Most azonnal vissza kell mennünk a hajóra. Egyet értetek? Igen! Ne akart, hogy lepuffancsalak. Én ugyan nem megyek vissza! Nézzenek a lábuk elé. Mitől gondolta meg magát velünk kapcsolatban a kapitány? Oka volt rá. Tehát meggyőzte. Önök is hamarosan rájönnek, hogy Nemo kapitányt nem lehet meggyőzni semmi olyasmiről, amiben ő maga nem hisz. Jöjjenek utána. Meg mi? Régi barátunk és állandó társunk a szigeten. A tűzhányó. Na és attól nem félnek, hogy egyszer Isten igazából kitör? Na igen. Akkor miért maradnak itt? Nemo kapitány szerint megéri a kockázatot. Kövessenek. A fejlett technika diadala. A mindenségit. Ez Nemo kapitány legnagyszerűbb alkotása. Illetve eddig ez volt. Jöjjenek, kérem! Helen, azonnal gyere onnan! Csak kipróbálom, anya! Igazán semmi baj. Az én lányom is ezt szerette. Van egy lánya, kapitány? Csak volt. Több éve már, hogy az anyja és ő is meghaltak. Sajnálom. Az indiai felkelés során. Annyi idős volt, mint ön. Az ő ruhája van most magán. Az volt életemnek sötétebb korszaka. Jöjjenek, kérem. Sok látnivaló van még. Ajánlom, jó híreket hoz. Bár úgy volna, uram. De sajnos nem sikerült rátalálni a medárra. Hol van Blake? Meghalt, uram. Hogy esett a dolog? A szörny támadt rá. Most azonnal el kell mennünk innen? Sehová nem megyünk az aranykincs nélkül. Ki innen? Felteszem, önök már sok mindent tudnak a katonai vállalkozásaimról. Úgy hallottam, egymaga vezette az indiaiak ellenállását a britekkel szemben, igaz? Nem egészen. De alaposan megszorongattam az angol haditengerészetet. 5 hadihajójukat szűjeztettem el a saját magam által kifejlesztett különleges torpedóval. Ezért tartották önt a fő fenyegetésnek. Úgy is volt. S a családomon álltak bosszút. Túlszulejtették és a hollétemről vallatták őket. De ők csak engem védelmeztek. A feleségem és a lányom nem élte túl a vallatást. Ez borzalmas. Minden háborúban számos emberi tragédia történik. Önöknek is biztos vannak ilyen élményeik.
Jöjjenek. Itt, a laboratóriumomban egész életem munkája fekszik. Mikor a háborúnak vége lett, elvonultam a világtól. Nyugalmat és békét találtam e sziget magányában és a munkában. De gondolataim visszatérnek a régi világhoz. Megértettem, hogy minden szenvedés oka egyedül a háború, és akkor megfogadtam, hogy igyekszem véget vetni minden emberi marakodásnak ezen a földön. Ez csodálatos volna. És hogy akarja véghez vinni? Egy módon lehet, ha a háború következményei olyan rettenetesek, hogy minden ember visszariadna a kirobbantásától. Ez igaz. Senki nem merne támadást indítani. Hatalmas fegyvert fejlesztek ki. Olyan fegyvert, mely képes egy egész várost eltörölni. És ez a bomba itt van? Igen, és ezért nem hagyom el a szigetet. Sajnálom, de nem értem. A fegyver megalkotásához egy a szigeten bőven előforduló anyagot használok fel. A neve fórium. Erről még nem hallottam. Nem csodálom, mivel az egész világon csak egyetlen helyen fordul elő. Itt. Az állatok is azért nőttek olyan nagyra, mert érintkeztek a fóriummal. És maga tudja, hogyan használja fel? Majdnem. Nem tekinteni meg a lényeget? A következő terem túlságosan is kicsi, és csak száraz tudományos anyag van ott. Addig megmutatnám önöknek a hajó többi részét, bizonyára tetszeni fog. Normál hőmérsékleten ilyen kristályos alakban fordul elő az anyag. De ha felhevítik, igen forró, fehér lánggal ég, s radioaktívá válik. Úristen! Egy bombát robbantok fel, hogy a világ rádöbbenjen, mi pusztító is a fegyver. Ettől valamennyi nemzet és nép visszariad majd a háborúzástól. Ez lesz az igazi elrettentés. De minden vágy tárgya is. Ha a bomba ereje ismert, minden nemzet meg akarja majd szerezni. Smith százados. Isten azért küldte önt hozzám, a szigetre. Azért sodorta át az óceánon, hogy mellém álljon. Megszenvedte a háborút, mint magam. Látom magán. Ha segít a jövendő nemzedékeket, már nem fenyegeti ez a borzalom. Hát nem is tudom. Gondolja át, aludjon rá egyet, ha akar. De arra kérem, Smith úr, nagyon alaposan fontolja meg. Azt hiszi, ez a fegyver tényleg működhet? A pusztító hatásához kétség sem fér. De a kapitánynak nincs semmi erkölcsi aggája e téren. De hát a háborúkat akarja megakadályozni ezzel. Ha az emberiség tudomást szerez a fegyverről, nem tudja kordában tartani őket. Ha rájönnek, milyen pusztító erő ez, akkor a Föld igen veszélyes helyé válik. Nemo azt hiszi, isteni rendelés sodort ide, hogy segítsek megalkotni neki élete főművét. De ez képtelenség. Mit fog válaszolni neki? Ön is látta, milyen nem nagyon viseli el, ha valaki keresztezi az útját. Mi olyat tehet velünk, amin még nem mentünk át? Leginkább azt, hogy a kapun kívülre tesz minket. Hát, próbáljon időt nyerni. Felelje azt, hogy még gondolkozik rajta. Ezzel csak az elkerülhetetlent halogatnánk. Meg lehet. De ha csak pár értékes napot nyerünk is, az is pár biztonságos nap. Tehát döntésre jutott. Igen. Vissza kell utasítsam az ajánlatát. Nem értem. Legalább annyira gyűlöli a háborút, mint én.
de az ön módszere szerintem többet árt, mint használ. Mi más módon téríthetnénk észhez az emberiséget? Mikor döbbennek már rá, hogy ez az egyetlen út? Munkám sikere elengedhetetlen az emberi faj érdekében. Ha ezt képtelen belátni... Én csak egy brilliáns koponyát látok, aki megtévedt. Sajnálom, de nem bírhat rá, hogy ön mellett döntsek. Tűnjenek innen. Meglátjuk, meddig élik túl a szigetet a védelmem nélkül. Sajnálom, hogy mindez így ér véget. Mondja csak, nincs rá mód, hogy valamikét mégis meg tudjuk győzni, nem? Már máskor is láttam ilyennek. Számítottam is erre. Összekészítettem néhány dolgot. Nem valami sok, de ennyit tehetek önökért. Majd kibírjuk. Sok szerencsét mindnyájuknak. Bancroft ezredes. Jó van, na, megyek már, megyek. Megyek már! A part felé menjenek. Az biztonságosabb. Sűrű a lomkorona ahhoz, hogy tájékozódhassunk. Eltévedtünk volna? Nem. Már is eltévedtünk. Nem tévedtünk el, Bancroft. Keresünk egy folyót, annak mentén lejutunk a tengerpartra. Mondja, Smith, van fogalma arról, merre megyünk, vagy ez is olyan nagyszerű ötlet, mint a szökés a léggömbbel? Hagyja már abba! Csendet! Uramisten! Gyorsan! Futás! Csapdába estünk! Át kell jutnunk, nincs más út! Gyorsan, Smith! Erősen fogja a kezemet! Elbír minket! Maradjunk együtt! Vissza! Vissza! Menj vissza! Bancroft, te! Ugrás! Gyorsan! Gyorsan! Oh!
Nézze csak, Smith! Van itt egy csónak! Isten. Teljesen korhadt. A menekülésre. Oh!
Jól vannak? Azonnal vissza kell mennünk Némohoz! Én mondom, azonnal! Az ki van zárva, Pencroft? Ki van zárva, hogy életben maradj, mi? Amit maga művel, az sokkal veszélyesebb, mint a sziget lényei. De én nem akarok meghalni! Az is van itt, Pencroft! Senki sem akar! De csak úgy élhetjük túl, ha mind összetartunk. Ha ezt nem képes belátni, menjen csak! Ma itt verünk tábort. Holnap egy magasabb helyet keresünk. Valaki? Smith úr! Smith százados! Várjon már, álljon meg egy kicsit! Én láttam, az előbb ott volt, ott állt mellettem, és figyelt! Tessék! Az a bajom! Ott van, ott fut! Embernek néz ki. Úgy van. Mi is volt, felszívódott. Ám bár azt sem tudom, hogy minek is vettük üldözőbe mi. Mert ha képes itt életben maradni, akkor segíthet nekünk. Ebben igaza van. Hallgassanak! Talán a folyóhoz akart vezetni. Itt van. Itt van ez is. Hopp.
mi százados? Én ezt most nem értem. Mit csinálom mi itt? Beköltözünk. De hát hová? Oda. Szörnyen magasan van. Épp ez a lényeg. Ne, a léggömbből mennyi maradt éppen a lezuhanáskor? Segít a tűz. Hol fogunk aludni? Majd szedünk pálmaháncsot. Az jó lesz derékajnak. Kosarat is kell fonni az élelemnek. Igen, én is azt mondom, hogy fonjunk. Látni kívánt, uram. Készítsétek fel a hajót az indulásra. Hajnalban felszedjük a horgonyt. Az emberek örülni fognak neki, uram. Nem hazamegyünk, te ütődött. A sziget másik oldalán kötünk ki. De micsoda? Tedd, amit mondtam. Igen is. Akkor gyerünk. Igen. Kapitány. Félkegyelmű. Mi az, Helen? Nem is tudom. Cyrus úr otthonnak nevezi ezt a helyet. Csak most döbbentem rá. Nem is tudjuk, meddig kell itt élnünk. Megmentenek-e valaha is. Haza szeretnék jutni. Teája, uram. Tegye az asztalra, Joseph. Na, mi az? Nos, aggódom értük, uram. Ők döntöttek, így erről nem akarok beszélni. Uram, nem gondolja, hogy egy kicsit makacs? Ez itt az otthonom. Fontos kutatásokat végzek, nem mindenféle jött-ment hajótörött mentése a dolgom. De a két nő, a fiatal lány... Elég volt, Joseph! Igen, uram. Támadáskor. Gyorsak leszünk és furfangosak. Kapitány. Mi az? Hát csak arra gondoltam, hogy jó volna, ha valaki hátra maradna és ügyelne a hajóra. Én meg arra gondoltam, hogy fogom ezt a tört is felszabdallak. 12 apró darabra. Vagy összeállítanám a keresőcsapatot? Remek ötlet. Thank you.
Az bizony. Készen? Mindjárt, csak még egy kicsi. Remek, igazán remek. Működik! Azt hittem, már alszik. Nem, nem. Csodálatos, ugye? Igen, az. Hiányzik az otthonom. Mi hiányzik belőle? Az ágynemű. A férjem. Ostobaság. Oly sok ideje már. Hát magának? Mi hiányzik? Csak azt tudom, mi nem. A háború. Sosem beszél arról, miken ment át. Nem, igyekszem mielőbb elfelejteni. Bekerítettek minket. Közvetlenül Richmond mellett. Kegyetlenül tombolt a harc. A szakaszon fele odaveszett, a másik fele sebesült és beteg. A védelmi vonalunk gyenge volt, nem volt esély a támadókkal szemben. Egy robbantás és minden szállnak. Ezek legalább 200-an vannak. Egyetlen dölt elég lesz. Hány éves vagy, fiam? Jövő hónapban leszek 14. Gyorsan tudsz futni? Oda küldte a fiút. Igen. Oda küldte. Időzítőre kapcsolt robbanó szerkezetet vitt. Miután bekapcsoltam, többé nem volt visszaút. Ő mentett meg minket. Igazi hős volt. Sosem lehet szerelmes. Nem lesznek gyerekei. Azt mondta, olyan gyors, mint a szél. Én vigyorok, Joseph. Semmi érdemleges, uram. Odakint járt, igaz? Utánok nézett. Már is otthonra vertek. Van vízük és élelmük. Egy egész kis életet teremtettek. Nem is emlékszem, mikor volt utoljára szomszédom.
Én kész voltam megadni nekik a nagy lehetőséget, de elutasították. Kicsoda? Én kérdeztem előbb. A nevem Helen. Nincs benne golyó. Én Blake vagyok. De hát honnan jött? Túl sokat kérdez. Ez itt tehető? Cyrus úr szerint igen. Ki az a Cyrus úr? Ő hozott minket ide. Minket? Engem, anyámat és még pár embert. Kösz. Maga hogy került ide? A néhány társammal. Akik nem vesztek oda, a sorsomra hagytak. A sorsára? Ezek a szörnyek hatalmasak. Nem tudom, mifélék. Jöjjön velem. Van vízünk és élelmünk is. Nem igen örülnének nekem. Kalóz vagyok. Micsoda kalóz? Nem igen néz ki annak. Pedig elhiheti. Gyilkos kalóz. Menedéket kell keresnünk. Tudok is egy helyet. Jöjjön! Ezen a szigeten még az esőcseppek is nagyobbak. Szóval, igazán kalóz? Mondjuk úgy, befogadott egy kalóz. Nem volt választásom. Elállt az eső. Most már visszamehet a többiekhez, hogy szóljon nekik. Vigyázzanak. Miért? Mert a többi kalóz nem valami kedves ember. Nem szeretném, ha maguknak bajuk esne. Különösen magának. Ne árulj el, hogy itt vagyok. Legyen ez a mi titkunk. Jöjjön vissza velem a mészkőlakba. Ne leszek itt. De maga eljöhetne néha. Talán. Ja, és Helen? Az a medál a nyakában. A kalózok ölnének érte. Legyen óvatos. Legyen a szemetek, és legyetek nagyon éberek. Másként mind a szörnyek gyomrában végezhetjük. Itt keletnek kell mennünk, uram. Hamarosan odaérünk. Ebből aztán kitelik pár kígyó bőrcsizma. Gyerünk tovább! Csodálatos látvány. Igen, gyönyörű. Szerinted ránk fognak találni? Istenem! Ah! 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 Ah!
Megragadta egy nagy madár! Indulás! Nem akarok bántani senkit. Épp úgy, mint maguk. Én is hajótörött vagyok. Na és ő? Te ki vagy? Hagyják békén. Ő mentett meg. A minap te vezettél el a folyóhoz is, ugye? Hé, csigavér. Atherton. Ez nem lehet. Tessék. Ideje nem voltam társaságban. Semmi baj, Mr. Atherton. Csak egész kicsit modortalanabb az asztalnál, mint a kedves Mr. Pencroft. Ezért ez dőlem. Köszönöm, kisasszony. Jó ideje nem szólított senki a nevemen. Ha maguknak nem gond, hívjanak csak Atternek. Jól van. Mióta él itt egyedül? Sok ideje. Régóta már. Legalább 8 éve. És honnan ismerik egymást? Még régről. Bocsánat, de honnan? A kalózhajóról. Szóval kalóz. Voltam. Londonból jöttem, kovács voltam. Aztán nehéz idők jártak. Nem volt munka, csak a nyomor. Hajóra szálltam. Aztán így lettem később kalóz. Hogy került erre a szigetre? Összevesztünk a kapitánnyal. Mégis mi? Hát, zendülés volt. És maga benne volt? Én vezettem. Aminek a kapitány nem örült túlságosan. Úgy is mondhatni. Hát aztán itt partra tett. Most már biztos azt hiszi, meghaltam, mi Blake? Mind azt hittük. És maga hogy került ide? Ugyanazzal a hajóval. Ide jöttünk. Egy kutatócsapat szállt partra. De csak én maradtam életben. Visszamentem keresni a hajót, de már elment. Járt itt egy hajó? Kalózhajó. Miért tér vissza ide folyton az a hajó? Isabella aranyáért. Az a medál. A kincses térkép fele. Bobnál kell legyen a másik fele. Én is úgy tudom. Na és mondják csak, mennyi aranyról is van itt szó pontosan? Annyiról, hogy mindahányan gazdagon élhetnek belőle életük végéig. Aha. És a hajó biztosan elhagyta a szigetet? Nem lehetek biztos. Egyel több ok, hogy megépítsük a hajót és elmeneküljünk. És van hozzá 2 újabb segítőkéz. Szóval maradhatunk? Azt hiszem, a többiek is egyetértenek azzal, hogy maradhatnak a mi mészkőbarlangunkban. E
Ez biztosan nagyon nehéz szegény Atertonnak. Bocsánat. Micsoda meglepetés. Uram. Ned, ha a medál tényleg a térkép egyik fele... Akkor visszajönnek érte. Úgy van. Az is lehet, hogy el sem mentek. És olyan helyen horgonyoznak, amit mi nem látunk. Remélem, mi fogunk előbb rájuk találni. Ezennel bemutatnám a megújult Mr. Atertont. Kicsoda ön, uram, és mit tett a szegény Atertonnal? Még én is alig ismerek magamra. Hát így sokkal jobb a haja. Igen. Vissza. Hamarosan kipróbálhatjuk. Ugyan, kettőt pillantunk, és otthon is vagyunk. De addig is, uraim, esetleg kereshetnék némi aranyat. Én nem. Sajnos sokakat láttam már meghalni érte. Egyetértek. Ugyan már. Talán nehéz hozzájutni, de van, amiért érdemes kockáztatni. Nem. Akik eddig a kincset keresték, halottak. Gondolkozz már, Pencroft. Nem is rossz tanács. A hazajutás a legnagyobb kincs. Úgy is van. Igen, akinek van élete, amit folytathat. De ha már dúsgazdagon lehetne hazatérnünk, az mégiscsak más volna. Mr. Pencroft, 8 éve már, hogy a szigeten vagyok. Engem ugyan rá nem bír, hogy a kincset kutassam. A 8 év alatt nem találkozott senkivel a szigeten? Némóra gondol? Igen. Egyetlen egyszer engem is beengedett. Amikor kiderült, hogy ki vagyok, Kalóz, hát azonnal kitette a szűrőt. Amikor ismét oda mentem, lövésekkel fogadott. Ismerős helyzet. Hát aztán nem nagyon kerestem. Igen. Na, de nem hibáztatom én. Akkor én sem bíztam volna magamban. De most, hogy ennyi viszontagságos évet voltam itt egyedül. Higgyél, százados. Amint sikerült befejezni ezt a hajót, új emberként térhetek haza. Reméljük, mindannyian hazatérhetünk. Harvey kapitány, uram. Mi van? Beszélgettünk a fiúkkal, uram, és én húztam a rövidet. Mondd csak. Mit csinálunk itt, uram? A kincset kutatjuk fel. Igen, tudom, de a térkép másik felén... Majd azt is megtaláljuk. De hogyan, uram? Ismerem én azt a szigetet. Ha igaz, amit beszélnek, akkor a térkép másik fele a kincs felé vezető szikla alagút bejáratánál lesz. És tudja, merre kell menni? Most rakom össze a kereső csapatot. Mehetsz elő, néhány emberrel. De, uram... Ha nem, kidoblak a hajóról! Uram! A kalózhajó. Az éjjel vethetett horgonyt. Igen. Hívj össze mindenkit. Figyelem! A kalózhajó horgonyt vetett a part előtt. Az komoly dolog. Úgy festem. Akkor hát fel kellene szívódni. Talán meg is téveszthetnénk őket, esetleg. Igaza van. Ha még nem mennek el, meghúzzuk magunkat. El kell rejteni a tutajt is. Kiváló ötlet. Igen. Gyerünk. Nem vagyok éhes. Mi a baj? Tudtam, hogy Bob Harvey visszajön. Sosem adja fel. Csak az arany jár a fejében. Gondolattam volna. Semmi baj.
Van egy ötletem. A térképre fáj a foguk. Odaadom nekik. A parton hagyom, megtalálják, és legyen övék a kincs. Nem, várjon csak, kislány, ezt nem lehet, ezt nem teheti. Miért nem? Hát csak mert ez a medál az egyetlen igazi előnyünk. Igen, gondoljuk csak meg. Hát, ez kell nekik, és nálunk van. Nos, ha aztán mégis ránk találnak, és életben akarunk maradni, akkor ez lehet az egyetlen tárgyalási alap. Itt most Bob Harveyról van szó. Vele nem lehet tárgyalni. Elveszi, ami kell neki, aztán végez velünk. Igaza van. Harveyval nem lehet egyezkedni. Magát sem ölte meg. Ugye? Na igen. Azért, mert rokonok vagyunk. Az Atherton a keresztnevem. A családnevem Harvey. Ő a fivérem. Micsoda? És ezt eddig miért nem mondta el nekünk? Amikor a legutóbb találkoztam vele, értésemre adta, hogy a következő találkozáskor személyesen vágja el a torkomat. Ugyan már, ez csak olyan kis túlzás lehetett. A legidősebb bátyám is mindig kínzott engem egy kicsit, na de megölni. Az meg lehet, Mr. Pencroft. De nem Bob Harvey volt a bátyja. Szóval ez a helyzet. Majd valami feltűnő helyen hagyom. Ha nem pontosan ott lesz, ahol megtalálta, tudni fogják, hogy van itt valaki. Ez bizony igaz? Talán már is itt vannak. Nem, kétlem, hogy éjjel partra szállnának az állatok miatt. Többször jártam ott, rátalálok a helyre. Ez túl veszélyes, Helen. Igen, maradj csak itt. Reggelig váltott őrséget állunk a barlang szájánál. Uram! Kapitány, egy szóra! Nem látja, hogy dolgom van, Joseph? Amikor körbejártam, nagyon riasztó dologra lettem figyelmes. Egy kalózhajóra. Lehorgonyoztak, és alig, hanem már partra is szálltak. Ellenőrizze mindenhol a kerítést. Természetesen. Uram! Mi van már, Joseph? Nem tudom, miért kellene szomszédainkat odavetni nekik. Gondoskodjanak csak magukról. Egy halom fegyverünk van, és hasznukat sem vesszük. Megsértettek és megaláztak engem. Romba döntötték életem munkáját. De uram! Hát védjék meg magukat! Thank you.
Vitték a hajóra. Vissza akarta tenni a medált. Kiszabadítjuk. Óriási túlerőben vannak. Nincs más választás. El kell mennünk Némóhoz, kapitány, és igazi fegyvereket kell szereznünk. Némó nem segít rajtunk, Bank. A puskákkal amúgy sem úszhatnánk. Én ismerem a hajót. Oda tudok jutni Helenhez. Hát jó, de nagyon gyorsnak kell lennünk. Minél előbb, annál jobb. Rendben? Helyes. Elkapták Helent. De kiszabadítjuk. Ne aggódjon. Visszahozzuk. Szép munka volt, fiúk. Pontosan hozzáillik. Neved is van, kislány? Helen. Helen? Harvey. Igazán szépen hangzik, nem de? Na, kislány, az én nevem meg Bob Harvey, aki hamarosan a világtenger leggazdagabb kalóza lesz. Megkapta, amit akart. Engedjen el. Előbb egy csókot. Milyen kis vadmacska, nem igaz? Húzzátok át a hajó alatt, attól majd megszelídül. És ha mégsem, majd behajítjuk a tengerbe. Vigyázzon, mert máshova helyeztem el az egész aranyat. Mit mondtál? Megtaláltam a kincset, és máshol helyeztem biztonságba. Vigyétek a hajófenékre, és kínozzátok meg egy kicsit. Aztán, ha bevallotta, hová is vitte a kincset? Majd megesszük vacsorára. Meg kell találni a Helent és eljutni a csónakig. Nincs más reménye. Kérem, bízzon bennem, Cyrus. Olyan gyorsan hozza ki, ahogy csak lehet. Ott közveg! Szép jó napot, uraim! Ne, ne lőjenek! Másként bántanom kellene önöket! Te egyedül, barátom! Há, nem egyedül. Gyorsan Helenért! Belekedve beledbe, na! Már!
előkészítem a csónakot. Rendben. Nem bírtam volna ki. Na hát, a mesés kincs kulcsa. Teljesen elment az eszed. Mindnyájunkat megölnek. Ne lopakodj így mögém. Ki mit talál, azé? Gyere már! Tűnjünk el innen! Köszönöm. Szálljunk be. A kedves vendégeink, nem de? Nem szeretem a hivatlan vendéget. Adjátok ide a medálomat, mielőtt végzek veletek. Medált? Mégis pontosan milyen medáról van szó? Ennél kicsit több ember bírna csak el velünk. Igazán? Hé, emberek! Volna meghalni a szigeten. És én még a fiamként akartam bánni veled. Gyorsan tűnjünk el, igen? Azt mondom!
mondtam, ide a medállal! Mondtam, hogy nincs nála! És ide a lányjal is! Csak a holttestemen át! Ezt akarod meg? Indulás! Nos, százados úr, ezek ismétlő fegyverek. Némó kapitány találmánya ez is. Bármi is, nagy szükség van rá. Találkoztunk már? Sok évvel ezelőtt. Indulás tovább. Üldözőbe vettek. Köszönöm, Joseph. Komoly esélyt adott ezzel. Sok szerencsét. Nem! Te és Pencroft a jobb szárnyat foglaljátok el. Atherton, mi ketten innen fogunk tüzelni rá. Igen. Gyere, Pencroft! Igen. Jane, Helennel menjenek a barlangba. Ha arra kerül a sor, oda vissza tudunk vonulni. Nem lesz semmi baj. Mindenki a helyére! Vannak, érzem a szagukat. Mindent alaposan átkutatni. A térképet akarom és a kincset, értve? Egy tutaj! Kapitány, találtuk valamit! Legyetek nagyon óvatosak. Közel vannak. Ez az. Célozzatok, fiúk! Tűz!
látszik, jobb állást kell keresni. Adtál sok lehetőséget, Bob. Ha engedelmeskedsz nekem, te is gazdag lehettél volna. Sosem engedelmeskedtem egy gyilkosnak. Fennhordod az orrod, mint mindig. Hívd vissza az embereidet. Akkor megmarad nektek a hajó, és mehettek, ahová csak akartok. Ugyan már, nincs ehhez elég vér a pucádban. Sosem volt, úgysem volnál képes rálőni a saját testvéredre, így van! Add ki a parancsot, Bob. Háromig számolok. Egy. Kettő. Hol van a feles emberét? De még találkozunk, öcskös. A rajtam múlik soha. Mit csinálnak? Nem az arany a legfontosabb. Biztosan változott a terv.
Hogy lehetett ilyen ostoba, Joseph? Segítenem kellett rajta. Miért? Ezek ártatlanok. Egy asszony és egy lány annyi idős, mint az ő lánya volt. Kellenél több ok, hogy segítsünk rajtuk. Nem becsülték meg a munkámat. Volt idő, mikor önnek érték volt az élet. Amikor szenvedélyesen szerette a társait. Elmúlik az élet, Joseph. Csak az évek súlya alatt látjuk meg, milyenek az emberek. Változik a képünk. Ne. Sokakban csalódhatunk, de ha segítünk rajtuk, ha törődéssel fordulunk feléjük, ez tesz minket igazán emberré. De hát ezt tudja ön is. Ezért építette meg a Nautilust. Én nem érzek irántuk semmit. Akkor attól félek, mindkettőnk élete elenyészik. Én hiszek önben, Nemo kapitány. Talán jobban, mint ön saját magában. Még itt vannak. Rossz sejtéseim vannak. Akkor vitorlát bontunk, kapitány úr? Az arany nélkül? Ne légy teljesen ostoba! Az ágyúkhoz tölteni! Minden ágyúval tüzelni! Tűz! Tölts! Tűz! Fel az égbe! Mindenki! Milyen mondás járja róla? Nem igazán, Atherton. Sose bízz meg egy kalózban. Nem igazán, remek. Mindenki egyben van? Micsoda pusztítás. Majd újra belevágunk. Neb, Atherton, új rönkök kellene. Igenis. Nézzétek meg, ezek jó kemények. Már is. Pencroft, szedjen össze minden használható kötelet. Pedig a mindenségit. Gazdag is lehettem volna. Mit beszél? Hát a medál.
Egy kiváló ember halt meg miatta. Egy szót se halljak többet róla. Nem is szólok. Mert elvesztettem. Mondd csak, Pencroft. Azt tudtad, hogy a kincs el van átkozva? Nem hiszek az átkokban. Minden rendben lesz. Igen. Miss Jane, igazán jól jönne egy kis gyümölcs. Akkor fogja a kosarat, és szedjen annyit, amennyi mindenkinek elég. Hát, hogy ne. Milyen csend van? Pencroft elment gyümölcsöt szedni. Elég rég elment már. Megkeresem. Mesebeszéd ez. Thank you.
Segíts már egy kicsit! Az imáink meghallgatásra találtak! Ez meg micsoda? Ez... Na, csak egy kis pók. Nem érdekes, gyere! Utálom a pókokat. Jaj, ne! Már megint. Mi az? A levegő. Szívódjunk fel. Hé, most meg hová mész? Segíts már! Segíts, Ned! Nem mondod komolyan, hogy még mindig a nyomorút arany érdekel. Ned! Ned! Nyomolyás, hagyd még én az aranyamat! Segítség, nem! Kérlek, nem! Segíts! Segíts! Nem! Nem, segíts, kérlek, segíts! Napon örök nyugalomra helyezzük itt az ezredest. Mintha egy emberöltő telt volna el azóta, hogy találkoztunk a Richmondi fogolytáborban. Noha több mindenben nem értettünk egyet,
Sosem felejtjük el, milyen áldozatokat hozott értünk, míg velünk volt. Nem hittem volna, hogy a segítségemre sietsz. De megtetted. Megmentettél. És ezért örökre hálás leszek. Sajnálom a barátjuk halálát. Maga mit keres itt, Nemo? El kellett jönnöm. Már csak Joseph miatt is. És Joseph hol van? Ő is meghalt. A kalózok golyójától esett el. Sajnálattal hallom, jó ember volt. Ő miatta határoztam úgy, hogy segítek önöken. Segít? A tűzhányó több helyen is érzékelőket helyeztem el, és a legfrissebb jelek arra mutatnak, hogy hatalmas kitörés készül. Mennyire hatalmas? A sziget, és ami csak rajta van, minden elpusztulhat. Magasabb helyet kell keresnünk. Nem. Ha ekkora kitörés lesz, egyetlen hely sem fog maradni a szigeten. Most kezdődik a kitörés. Menjenek, amíg még van idő. De hát mit tegyünk? Ki van kötve egy csónak, a lakhelyemtől nem messze. És valamennyien elférünk benne? Igen, éppen ahogy. És most menjenek, ott találkozunk. Ön hová megy? Vissza kell mennem a Nautilusra, hogy kimentsem onnan papírjaimat, irataimat, egész életem munkájának eredményeit. Ez öngyilkosság, kapitány. Nem hagyom, hogy ezt tegye. Menjenek. Az életem értelmetlen a munkám nélkül. Tudom, hogy ön nem osztja nagyra törő álmaimat. De hiszem, hogy amit megalkottam, megváltoztathatja a történelmet. Tudom, hogy meg is fogja. Bevárjuk önt. Nem várhatnak rám. Önnek a társait kell megmentenie. És saját magát. És most menjenek. Ég önnel, kapitány. Thank you.
gyorsabban! Így ért hát véget a rejtelmes sziget története, minden kincsével és szörnyetegével. Nemo kapitány halott. Élete munkája elpusztult. De hála neki, mi élünk, és új utakra léphetünk, mely az ismeretlen jövő felé visz.